Sziasztok! Hát a mai ilyen logisztikai élményemet szeretném nektek elmesélni pár mondatban. Történt, hogy vissza kellett vinnem egy tesztautót a Nissan centrumba. Helyileg ez úgy néz ki, ugye, hogy az M1, M7 bevezető szakasza mellett van a telephelye a centrumnak. Nyilván átadtam, és akkor valahogy haza kell jutnom. Ugye én a 18-ban lakok, és itt jön képbe egyébként, én hiszem azt, hogy ezek az autó megosztós megoldások nem feltétlenül azoknak jók, akinek abszolút nincs autója, hanem tök sokszor jó lehetne annak is, akinek van. Ilyen esetben például én most ugye dönthettem úgy, hogy hívok egy taxit, vagy kitalálok valami alternatív megoldást, hogy hazajussak. Nyilván tudom, üljek fel a BKV-ra, nem ültem föl 40 fokba a BKV-ra, a Mollimo szolgáltatására vagyok én beregisztrálva, nem azért mondom ki, mert reklám, hanem azért, mert annó ők kezdték el ezt ugye, ha jól emlékszem, legelőször is én oda regisztráltam be, tehát nekem adta magát, hogy nem egy másik szolgáltatónál fogom ezt megpróbálni, vagy hívok egy taxit, de pont erre voltam kíváncsi, hogy kijövök-e olcsóbban ezzel a Mollimos összvér megoldással, mert itt ütköztem bele a problémába, és nem értem igazából magát a szolgáltatót, hogy miért kell szivatni az embert, nem tudod végig kihasználni, és nem tudod kompromisszumok nélkül kihasználni, pedig borzasztó jó lett volna most ez nekem. Következő történt, beültem az autóba, kijöttem vele az ülői felé, ugye körülbelül ez egy olyan 20 perces út, elértem a régi Európark, az a Shopmarki, ott már vinnyogott, hogy kijöttem a limó zónából, de szerencsére az Adi Endre mellett volt egy parkoló, konkrétan az út mellett, mert ha már Vekkerlére bementem volna, ott már hisztizett volna, hogy kimentem a limó zónából, ott le kellett tegyem az autót, befejezni a bérlést, majd hívni egy taxit, amivel ki tudok menni a 18. kerület kertvárosi részébe. Agyrém. Na most nézzük azt, hogy milyen áron tudtam ezt így megtenni, mert ha egyébként még így is jó vagyok, legalábbis abban a szempontból jó vagyok, hogy jobban jártam, mint ha hívtam volna egy taxit. Szóval a következő van, ez így került valami 1700 vagy 1900 forintomba, ez a Mollimos történet, majd hívtam egy taxit, ami 3200 forintért vitt el a Shopmarktól a 18. kerület kertvárosi részéig, tehát körülbelül ez a béketér környéke, úgy gondolkodjatok. Na most ez ugye, ha összeadjuk, ez körülbelül így egy olyan 5000 és 6000 forint közötti összeg, amiért így haza tudtam jutni. Ha végig a limóval ki tudtam volna jönni, én szerintem ez megállt volna maximum 4000 forintba. És igazából nyilván nyertem volna vele időt is, mert nem kell megszakítani az utazást, taxit megvárni, jó, kemény 5 perc volt, de akkor is. Meg ez az egész szívás, hogy ott állsz, mint tudom, egy benzinkúton, és akkor várod a taxit. Ami egyébként tök gyorsan jött, mert tök jó megvannak már ezek a szolgáltatások csinálva. De én azt nem értem, kedves Mollimó, és innen üzenem, hogy mivel jelentene nagyobb logisztikai problémát az, hogyha mondjuk egész Budapestre a városhatárig kiterjesztenétek a szolgáltatást, és akkor tényleg ez egy olyan alternatíva lenne mindenkinek, aki egyébként autózik rendszeresen és be van ide regisztrálva, hogy egyszerűen csak lefoglálná az adott autót, mert tök jó a rendszer. Én szeretem tényleg, és egyébként nektek ez tuti megéri percdíjban, mert nyilvánvaló itt arról van szó, hogy pont ugye egy autósharing megosztást városba használni percdíjban, ez az ügyfélnek a legnagyobb szívás, mert a dugók miatt hát ebből te nem jössz ki jól. De meg kell, hogy mondjam, hogy olyan időszakban, amikor azért lehet haladni, és ez körülbelül olyan 11 óra magasságában volt, és ráadásul a városból ugye kifelé. Tök jól működött a dolog. Tehát nem érzem azt, hogy lelettem kopasztva. De miért van az, hogy ezeket a szerencsétlen zónákat nem tudjátok kiterjeszteni egész Budapestre? Tökéletes lenne a szolgáltatás. Szerintem nagyon-nagyon nagy réteg az ügyfélréteg, amit ezáltal elvesztetek, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezt lehetne használni, mert tényleg így abszolút alternatívája lehetett volna a taxinak. És ami még tök jó, hogy borzasztó sok autójuk van már például nekik is. Tehát azt képzeld el, hogy a város akármelyik pontján van, egy 4-5 perc gyaloglásra szinte eléred az adott autót. Nyilván, hogyha a zónák bővülnének, akkor még egy pár autó kéne, jó, lehet, hogy jó pár, tehát kéne még rendesen azért autó flottába beruházni, de akkor tényleg lefedni ez egész Budapestet, és akkor abszolút alternatívája lehetne ez, akár a taxizásnak is. Szerintem egy taxi a Nissan centrumból hozzám, körülbelül szerintem ilyen jattal együtt legalább 7000, de lehet, hogy inkább 8000 forint is lett volna.
Hát ehhez képest azért mondjuk, ha a Mollimóval kijöttem volna egy 4000 forintból, akkor szerintem nagyon jó. Bővülni, zónát bővíteni, mert akkor lenne ez egy tök jó szolgáltatás. Meg egyébként nem is érted, nem is nagyon tudsz tervezni, mert előtte nézegetni kell a térképet, hogy most oda jó vagyok? Ja, oda még nem, oda már nem. Szóval ilyen tök idegesítő az egész, hogy miért nem lehet egységesen azt, hogy Budapesten működik ez a szolgáltatás, és csókolom. Balesetmentes közlekedést kívánok nektek, és minden jót. Sziasztok!